Hát akkor még egyszer hivatalosan szép jó estét kívánok mindenkinek. Pécsi György vagyok, a Magyar Művészeti Akadémia kiadójának, az MMA kiadónak az ügyvezetője. Hogy mit keresek itt a Magyar Művészet folyóirat bemutatóján? Az egyik indokom az, hogy a lapot a kiadó gondozza, adja ki, és utána az utógondozását is végzi, tehát lapkerhez, a gyerekhez eljuttatja, előfizetőkhöz eljuttatja. A másik indokom pedig, hogy kezdettől ott bábáskodtunk a Magyar Művészet Periodikum megszületésénél. Mint tudják, 2011-ben alakult meg a Magyar Művészeti Akadémia, és ennek számos közfeladatot kellett ellátnia, amelynek része volt a művészeti élet dokumentációja, a művészeti kérdések megvitatása, szintén a dokumentációja, és az akadémiai törvény szerint része volt, hogy egy művészeti periódikum vagy folyóirat megjelenéséről is gondoskodjon a Művészeti Akadémia. Így hosszabb előkészítés után 2013-ban elindult az első lapszám. Még ebben a nagy formátumban hoztam, talán többen ismerik, nagyon súlyos lett az első korszaknak a lapja. A dilemma az volt, hogy egy 8 művészeti ágat, tehát egy összművészetet képviselő akadémia hogyan tud művészeti lapot létrehozni, működtetni, hogy érdekes legyen, színvonalas legyen, méltó legyen az akadémiához. Nagyon sok elvi kérdést kellett tisztázni, az egyik aktív résztvevője itt van Ács Margit, aki szintén részt vett a korai vitákban. Végül is arra jutott az akkori elnökség, hogy nem a művészeti élet folyamatát, hanem a művészeti élet elvi kérdéseit kell tisztázni, és ezt kell követnie az akadémia lapjának. Így született meg, hogy egy művészet elméleti periódikumot kellene kiadni, és az első időszakban évi 4 számot jelentetett meg az akadémia. Ennek főszerkesztője Kulin Ferenc és dr. Kucsera Tamás főszerkesztő úr volt. Köszöntöm, éppen most lépett be az ajtóba. Tehát ketten szerkesztették a Magyar Művészeti Akadémia elméleti lapját. Én úgy gondolom, hogy amikor elindult és folyamatosan beteljesítette a küldetését, akkor alapvetően gondolkodó labban gondolkodtak a felszerkesztők. Tehát nem követni az eseményeket, nem az újdonságokat bemutatni, nem reprezentálni, hanem a művészetről való gondolkodást tűzték ki célul. Mik a művészeti életnek a fontosabb kérdései, mik egy-egy műnek a fontosabb kérdései, elvi, esztétikai, filozófiai, netán társadalomtörténeti kérdései. Tematikus lapszámokban gondolkodtak, ezeket a korai lapszámokat megtekinthetik az interneten, Magyar Művészet, magyarmuvészet.hu honlapon teljes archívum elérhető. Amikor 2020-ban Kulin Ferenc úgy döntött, hogy már nem tudja vállalni tovább a főszerkesztőséget, akkor az MMA elnöksége Falusi Mártont bízta meg a főszerkesztéseit, a jobb bal szélen ül, vagy rendezői jobban. Nem is tudom, hogy kell mondani, és azóta Falusi Márton szerkeszti a Magyar Művészetet, még ezzel a lapszámmal bezárólag Kucsera Tamással társfőszerkesztőként. Fölmerült természetesen, hogy ez a méret és ez a formátum alkalmas-e arra, hogy kellőképpen tudjuk promotálni, eljuttatni, előfizetőket gyűjteni. Természetesen megfelelő volt nagyon sokáig ez a lapforma, de ma már egy picit rugalmasabbnak kell lenni, és ezért ugyan vékonyabb és egy picit kisebb ez a mostani formátum, amit velük találkoztak, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb lenne, csak fizikailag könnyebb, rugalmasabb, gyorsabb, és az idei év második fél évétől pedig 2 havonta fog megjelenni a lap. Eddig jegyezte társfőszerkesztőként még dr. Kucsera Tamás a lapot Falusi Mártonnal,
az ő Kucsara Tamás főszerkesztői megbízása 10 év után végére jutott. Meglátjuk, hogy lesz-e új társfőszerkesztő, vagy Falusi Márton a szerkesztőtársaival folytatja-e a szerkesztést. Minden esetre szeretném megköszönni neki a kiadó nevében, meg az akadémia tagsága nevében is azt a munkát, amit a magyar művészet megalakításától, működtetésétől, színvonaláról gondoskodott és végigvitt az elmúlt 8 év alatt. Köszönöm szépen! Most pedig átadnám a szót Falusi Mártonnak, de azért megjegyzem, hogy a beszélgetés végén még szeretném fölkérni, hogy Kucsara Tamás néhány szóban értékelje az elmúlt időszakot. Köszönöm szépen! Inkább a rendező jobb, mint a szélső bal, hogyha lehet választani a kettő között. És mielőtt röviden szólnék, hadd mutassam be az itt az asztalnál helyet foglalókat, hiszen majd egy beszélgetésre fog sor kerülni, amelynek az alapja a legfrissebb számban megjelent írások, illetőleg némely írás lesznek. Horváth Attila, alkotmánybíró, egyetemi tanár, jogtörténész. Stum László, főszerkesztő helyettes, irodalomtörténész, egyetemi oktató, és Fülöp József esztéta, aki a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, germanista és művészetfilozófiával foglalkozik behatóan. Én pedig Falusi Márton vagyok, a Magyar Művészet folyóirat főszerkesztője. Az a megtisztelő feladat, hogy a lap főszerkesztői teendőit átvehetem, hát bő egy évvel ezelőtt ért, és akkor kértek föl erre a feladatra. Már akkor lehetett tudni, hogy itt a folytonosság jegyében valamelyest a megújulásra is sort kell keríteni. A folytonosság az alapvetően a szellemiség és az írásbeli megnyilatkozásoknak a kifinomultságát jelenti, hiszen az a szellemiség, amelyet ugye Kulin Ferenc főszerkesztő irányítása alatt a Magyar Művészeti Folyóirat már megmutatott, és az a szellemi tér, amit már kiharcolt magának, az egy nagyon fontos alapvetés, és egy olyan bázist jelent, amelyre nagyon hálás feladat építeni. A megújítás az részben szerkezeti, részben arculati, részben pedig tematikus is. És azért kerül sor erre a mai lapszám bemutatóra, hogy egyfelől egy hosszú távú lapszám bemutató sorozatot is elindítsunk, hiszen úgy tervezzük, hogy minden egyes új, friss magyar művészet lapszámnak lesz itt egy bemutatója, sőt, Kárpát-medence szerte is szeretnénk majd vinni a magyar művészet hírét, illetőleg azokat az értékeket népszerűsíteni, amelyek a magyar művészetben megjelennek. Részben pedig azért, mert immár novemberben a harmadik olyan lapszám jelent meg, amely arculatilag és szerkezetileg is a megújulást mutatja. Az első lapszám júliusban, a második lapszám szeptemberben és a harmadik novemberben, és ez a gyakoriság már mutatja azt, hogy a korábban negyedéves periódika most már kéthavi rendszerességgel jelentkezik. Ez a kéthavi gyakoriság, ez nyilvánvalóan egy picit más szerkesztői stílust is jelent, hiszen így gyorsabban és hamarabb tudunk reagálni bizonyos művészeti jelenségekre. Ugyanakkor nem titkolt célunk az, hogy azt a kettős küldetést, amelyet a magyar művészet már 2013-ban megfogalmazott, nevezetesen az, hogy a művészettudomány, a minősített tudományos publikációk és az irodalmi, művészeti, esszéírói művészeti megnyilatkozások együttesen jelenhessenek meg egy orgánumban. Ugye Pécsi Györgyi kiadó vezető asszony már megemlítette, hogy a művészetről írni, művészeti kérdéseket, művészeti problémákat tárgyalni, az milyen összetett feladat, és mindig a kísérletezés stílusjegyeit viseli magán.
hiszen amikor művészettudományról is beszélünk, és minősített kutatók a tudományos életben, a tudományos közösségben is rangot kivívott szerzők nyilatkoznak meg a művészetről, akkor sem csupán arról van szó, hogy egy bevett séma, egy bevett klisérendszer, egy bevett fogalomrendszer alkalmazását kell ugye az olvasók elé tárniuk, hiszen mindig ott van a művészi invenció akkor is, hogyha műalkotásokról írunk. Nem csak akkor, hogyha a műalkotásokat alkotnak az alkotó művészek, és ennek a, hát mondjuk így, komplementer jellegét is hivatott a magyar művészet kifejezésre juttatni, amennyiben az egyik új rovatunk, a Műveld és Magyarázd című rovat, alkotóművészeknek és nem kimondottan a művészettudomány szakembereinek az írásait is szeretettel és örömmel várja, hiszen a művészetről való beszédmódok kidolgozása, ezeknek a beszédmódoknak a felülvizsgálata, kritikája, az az egész művészeti élet, a művészeti közösségnek az ügye, a befogadóké, épp úgy, mint a szakíróké, és épp úgy, mint az alkotóművészeké. És a magyar művészet ezt a sokszínűséget, ezt a stiláris sokszínűséget is szeretné fölmutatni a későbbiekben, amelyet egyébként már kezdettől fogva megfogalmazott, mint elérendő célt. Az új magyar művészet szerkezete, rovat szerkezete is ehhez igazodik, hiszen legfajsúlyosabb szerkezeti egység továbbra is a tanulmányok rovat, amelyben valóban a későbbiekben minél inkább minősített tudományos publikációkat szeretnénk megjelentetni. Ugyanakkor ezt kiegészíti az előbb már említett Műveld és Magyarázd rovat, amelyben akár a művészeti publicisztikáknak is helyük lehet, és immár állandó rovatot kapott az interjú is, tehát minden számban egy-egy interjú is olvasható. Eddig is nagyon hangsúlyos volt, és ezt továbbra is szeretnénk megtartani, hogy a Szemle rovat az nem csak a magyar kiadványokkal, magyar könyvekkel foglalkozik, hanem külföldi könyvekkel és folyóirat publikációkkal is. Tehát a művészet elmélet, a művészet tudomány tárgykörében külföldön megjelent könyveket, szakkönyveket, szakcikkeket, folyóiratokat is szemlézünk. És ennek a felmutatása jegyében kértem meg azt, hogy Fülöp József, aki most ennek a rovatnak a szerkesztését magára vállalta, hiszen rengeteg művészeti ágra ő a korábbi szakmai előtanulmányainak köszönhetően rálát, hogy ő is szerepeljen, és ezzel is demonstráljuk azt, hogy milyen fontos ez a feladat is. Hiszen hogyha az a célunk, hogy minél több magyar alkotóművész és művészeti eredmény, művészeti produkció világszerte és a nemzetközi porondon is sikert vívjon és népszerű legyen, és sikert vívjon ki magának, ehhez elengedhetetlen egy olyan művészeti szakírói, művészet kritikai tevékenység és közeg, amelyik ezt támogatja. Nekem meggyőződésem az, hogy enélkül nagyon nehéz akár egy-egy alkotó művészt a nemzetközi szcénába kivinni és ott fölmutatni, és bizony ez a művészeti szakírói nyelv, ez a bizonyos beszédmód, amely egyszerre tudományos és egyszerre művészi, ez nagyon kevesen művelik ezt, és bizony akár disziplinárisan, akár mint oktatási, akár mint művelődési feladat, bizony még nagyon sok teendőnk van ezen a téren, akár hogy mondjuk olyan művészet ifjabb, fiatalabb művészetírói generáció is kifejlődhessen, megtalálhassa a saját hangját és a saját orgánumát, amely a folytonosságot képviseli a művészet kritikában is. És a Magyar Művészet Folyóirat hosszú távon vállalkozik arra, ez egy nagyon ambiciózus és nemes vállalkozás, reméljük, hogy erőnk is lesz hozzá, és kiváló szakemberek segítik továbbra is a Magyar Művészet Folyóiratot, hogy ilyen ifjabb generációkat
Talán nagy szó az, hogy tehetséggondozás, nagy szó az, hogy kineveljünk, de mindenképpen teret, lehetőséget adjunk ezeknek az ifjabb művészeti szakíróknak is, hogy megnyilatkozhassanak, és talán idővel majd egy olyan műhelymunka is elindul, amelyben már nem csak a szakcikkek befogadása és a bibliográfiai hivatkozási jegyzéknek a korrekciója és egyéb szerkesztői feladatok hárulnak a szerkesztőség munkatársaira, hanem akár mint szellemi műhely is elkezd ilyen irányban működni a magyar művészet folyóirat. Tisztelettel köszönöm, hogy ilyen sokan itt vannak most ezen a labbemutatón, annak ellenére, hogy ilyen szempontból veszélyes időket élünk, ígérjük, hogy nem húzódik el nagyon ez a labbemutató, annál is inkább, mert az is a célunk, hogy a labbemutató után itt még egy kötetlen beszélgetésre is sor kerüljön. Most pedig átadom a szót főszerkesztő helyettes kollégámnak, Sturm Lászlónak. Tisztelettel köszöntöm Önöket, ha megengedik, ülve maradok, mivel beszélgetünk. Illetve hát, amilyen kiváló előadókkal beszélgetek, jó esélyt láttok arra, hogy én fölteszek egy kérdést, és utána a beszélgető társ folytatja, majd meglátjuk, hogy mennyit kell dolgoznom. Először Horváth Attilához fordulok, neki megjelent egy tanulmánya az 56-os tematikájú számba. Kérlek röviden ismertesd, amiket kiemelésre méltónak, érdemesnek tartasz ebben a körben, ebben az időszakban, illetve nekem olyan kérdésem van előzetesen, hogy te sokat foglalkoztál ezzel a korral, mint jogtörténész Horváth Attila arról írt, hogy hurcolták meg a magyar írókat, bizonyos magyar írókat hogy hurcoltak meg 56 előtt és után, illetve ott van ennek a másik véglete is, hogy bizonyos írók hogy húztak hasznot mások meghurcolásából, illetve az ma saját maguk előtérbe kerüléséből. Itt nyilván sok érdekes, meglepő dolog kiderült bizonyos írókról. Egyesek hogy tudtak helytállni, mások hogy nem. Ez hogy befolyásolta a te irodalomlátásodat, a viszonyodat ezekhez az írókhoz? Más szemmel olvasol? Dériről írott, hogy 56 után volt olyan novellája, ami azért elég kellemetlen szájízt hagy mai szemmel olvasva, bár talán a szájíz és a szemmel olvasás képzavar, de talán érthető így is a kérdés. És ez mondjuk befolyásolja az embert, miközben Dérit olvas, vagy megértő az ember, hisz sose tudjuk kit, mivel zsaroltak, milyen előnyöket, illetve hátrányokat helyeztek kilátásba. Illetve van fordított eset is, nekem egy személyes élményem, hogy én például Kónya Lajosról úgy hallottam, mint kommunista költőről, és aztán megbízható emberektől olvastam, hogy nem is volt ő rossz költő. És mikor ezt ellenőriztem egy válogatott kötetében, láttam, hogy tényleg jó költő lett belőle, legalábbis érdemes olvasni, sőt, olvastam az emlékezéseit, és bár mondjuk ezzel a kommunistaságával nem vetett számot bennük, de hát nem is arról a korszakról szóltak, azok is nagyon kellemes, érdekes olvasmányok voltak, tehát volt úgy tűnik kiút ebből a sematizmusból, ebből a becsapottságból, vagy elcsábultságból is. Te, neked milyen személyes élményeid, milyen meglepő eredményeid voltak ebben a tekintetben? Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. Én egy kicsit ugye más világból csöppentem be ide a művészemberek közé, írók, költők, művészek közé. Ugye egy sajátos szempont a jogtörténész, a jogász, aki mondjuk ezeket a pereket, a cenzurális viszonyokat vizsgálta, de nagyon szeretem az irodalmat, a költészetet, a művészeteket, és ezért is volt számomra ennyire érdekes, bár mondom, egy sajátos képet alakítottam, lehet, hogy egy kicsit egyoldalnak is tűnik ez a kép adott esetben.
annyi kérdést kaptam, hogy tulajdonképpen elég hosszú lenne mindegyiket megválaszolni, de megpróbálok mindegyikre nagyon tömören, röviden válaszolni. Az első, ami nagyon érdekes ebben a korszakban, az, hogy, ugye, hogy korábban is volt már cenzúra Magyarország történetében. 1848 előtti korszakból ismerjük, hogy ugye volt egy cenzor, ha valaki megírt egy verset, vagy egy regényt, vagy egy újságcikket, elment a cenzorhoz, és azt mondta, hogy az megjelenhet, vagy nem jelenhet meg, vagy módosításokkal megjelenhet. Ugye Széchenyi volt olyan rafinált, hogy azt mondta, hogy mennyit keres a cenzor, mert hogyha kirúgják, hogy átengedi a hitelt, akkor ő élete végéig finanszírozza a cenzornak a fizetését, de ez mondjuk ez kevés író vagy költő tudta volna megengedni magának. Most a szocializmus időszakában viszont ez egy nagyon ravasz cenzúra működött, mert nem volt cenzúra hivatal. Egyébként volt olyan szocialista ország, például a Szovjetunió, ahol volt kifejten cenzúra hivatal, de Magyarországon nem volt. Itt az öncenzúra működött, volt főszerkesztő. Tehát mindent államosítottak az újságos boltig bezárólag, és ennek következtében ugye egy tulajdonos van, és a tulajdonos diktál, megmondja, hogy milyen lehet meg. Sőt, egy olyan értelemben fordított cenzúra volt, hogy nagyon sok esetben nem az történt, mint a korábbi esetben, hogy egy író megír egy művet, és akkor jelentkezik a főszerkesztőnél, vagy a kiadónál, hogy ezt most megjelentetik-e vagy sem, hanem fordítva megmondták, hogy erről kell írni. Tehát most Rákosi elvtársnak van a születésnapja, akkor meg kell írni Rákosi elvtárst üdvözlő verset. És akkor a szegény író, vagy a költő azon helyezkedik, hogy ki legyen a szerkesztő. Mert a szerkesztőnek nem kell verset írni, mert ő szerkeszt, ugye? Tehát ő kimarad ebből a megalázó helyzetből. És hát aztán mindenki a lelkismeretének megfelelően próbálta ezt a helyzetet megoldani, és hát egy rendkívül bonyolult képlékeny dolog jön ki, tehát nincs szabály, az a szabály, hogy nincs szabály, teljesen másképp cenzúráznak egy napilapnál, teljesen másképp cenzúráznak egy folyóiratnál, teljesen ott is különbséget tesznek a különböző újságok és folyóiratok között, másképp a rádiónál, másképp a televíziónál, másképp a filmnél, a képeknél, a zenénél, de mindenütt működik a cenzúra, csak másképpen. És ezért van az, hogy ahány ember, annyiféle eset, és hát ez is ráadásul különböző emberek, jobb vagy rossz indulatúbb emberek, gyávább vagy bátrabb emberek viszik ezeket a szerkesztőségeket, és hát ezért fordul az elő, hogy időnként homokszem kerül a gépezetbe, hogy az egész mozgóvilágot ugye gyakorlatilag betiltják, vagy a Tiszatájnál ugye voltak ezek a történetek. Tehát egy rendkívül bonyolult világ, rendkívül érdekes, és tulajdonképpen minden egyes folyóirat, minden egyes műhely más, és minden egyes költőnek, írónak más a története ennek megfelelően. Most a másik kérdés, ami ilyenkor fölmerül, hogy hát hogyan értékeljük ezeket az írókat, költőket, akik ebbe belekerültek ebbe a helyzetbe. Hát ez a legnehezebb, mert nekünk szerintem most itt ennyi évvel később ítéletet mondani egy író és költő fölött, hogy ő mondjuk miért hódolt be a rendszernek, vagy miért nem, miért tette ezt, miért tette azt, ez nagyon nehéz ítélkezni, inkább leírjuk azt, hogy mi történt, és tudomásul is kell venni, hogy sajnos voltak olyanok, akik másoknak is ártottak, mások kárára jutatták magukat előre, hajlandók voltak, ugye említetted Dérit, például Déri még azt is megcsinálta, hogy amikor hivatalosan levelezett valamelyik hivatallal, még azért is szerzői honoráriumot kért. Tehát ő próbált jól kijönni belőle, hát ez nem mindig sikerült, mert azért mégiscsak első fokon egyébként őt halálra akarták ítélni, úgy kellett szólni a népbíráknak, Marosán ment oda a Buci Gyuri, hogy szólni a népbíráknak, hogy elvtársak, nem ez volt megbeszélve, hogy ti halálra ítélitek a Dérit, hát az mégse lehet, mert ugye abból nemzetközi botrány lesz, hogyha mi őt fölakasztjuk, és akkor mondták, hogy hát akkor inkább csak a szabadságvesztés büntetés, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként Dérinek a szabadulása is ilyen, amikor egyéni amnesziával szabadul, és ugye rengeteg könyvet megengedtek neki, hogy használjon bent a börtöncellába, és hát ugye amikor megy ki a börtönből, ő nem bírja el ezeket a könyveket, ezért a smasszerek viszik utána. Most aki ismeri a börtönvilágát, az tudja, hogy olyan, hogy egy elítéltnek a cuccait a smasszer cipeli, hát az világbotrány, és ebből egy börtönlázadás lesz aztán, hogy egyrészt, hogy miért nem engedik ki a többieket, miért csak a Dérit engedik ki, másrészt pedig, hogy micsoda dolog az, hogy a smasszerek viszik utána. Hát ugye elítéltekkel nem cipelhették volna ki a könyveket, mert kimennek a börtön
kívülre, ugye, és akkor néhány elítélt esetleg úgy gondolta volna, hogy nem jön vissza, hanem már kint van. Tehát ezért ezek ilyen szempontból is nagyon érdekes ez a korszak, hogy elképesztő történetek zajlanak, és hát nagyon sokszor ezek tragikus történetek. Ha megnézzük, hogy a korabeli íróknak és a költőket, hogy hányan lesznek emiatt öngyilkosok, amik itt történnek, hányan mennek teljesen tönkre lelkileg, fizikailag, és hányan voltak hallgatásra ítélve, vagy írtak a fiókuknak, tehát rettetesen sokat szenvedtek. Most ugye a kérdés másik fele, hogy ezek után hogy olvassuk ezeket a műveket. Én nem vagyok egy irodalomtörténész, és nem mernék a művészi értékekről nyilatkozni. Nekem van olyan íróköltők, akik... Ezért kérdezlek, mert az írókat jobban ismerem. Tehát, hogy vannak olyan íróköltők, akiket nagyon szeretek, van akiket ugye kevésbé. Szerintem különbséget kell tenni a magánéletük és a művészetük között. De egyébként ez korábbi időszakban is így volt, mondjuk egy Ady Endrénél, vagy más költőknél, íróknál is, hogy mi az, amit letettek az asztalra, mint művészek, és milyen a magánéleti viszonyaik. Ezek érdekes dolgok, viszont azért mégiscsak ennek a korszaknak ők azért meghatározó személyei voltak, illetve vannak, mert hál' Istennek vannak jó páran, akik még közöttünk élnek, és tudnak erről a korszakról mesélni, és a hatalom félt tőlük. Tehát tudták, hogy Magyarországon az íróknak, a költőknek sokkal nagyobb hatalma van, mint általában nagyon sok országban, mert mindig ők álltak az élére nagyon sok eseménynek, gondoljunk a reformkorszakra, 48-ra, meg a későbbi időszakban is, és ez egy hagyomány volt, hogy Magyarországon az íróknak a közéletben is szerepelniük kell, és irányt kell mutatniuk a magyar lakosságnak. És ezt a feladatot próbálták ők sokszor megvalósítani, és ilyenkor mindig a fejükre koppintottak oda föntről, és hát a legmegalázóbb beszélgetéseken kellett ilyenkor részt venni. Tehát ugye azt mondja például Kádár mondjuk az íróknak, hogy nem a kocsirúdon lévő légy mondja meg, hogy merre megy a kocsi. Tehát ilyen és ehhez hasonló megalázó jeleneteket kell elszenvedniük, és hát ugye ami még döbbenetes, és akkor ezzel nem akarom hosszan húzni, az biztos lesznek még más kérdések, még egy gondolatot engedjél meg, hogy ez a rendszer nagyon sok szemben hasonlít a feudalizmusra. Tehát, hogy nincsenek tiszta szerződéses viszonyok, tehát, hogy ez az ember ennyit keres, ezért ennyi jár, tehát piaci viszonyok, vagy nem piaci viszonyok, vagy tiszta szerződéses viszonyok, hanem mint a feudalizmusban a hűbérúr és a kliens, ki mit tud kitaposni magának, ki mit tud igyeskedni magának, ki milyen helyzetet tud elérni, milyen módon tud ügyeskedni, és ez, így dőlnek el azok a helyzetek, hogy azok az írók és költők, akik meg művészek, akik be tudtak állni a rendszer kiszolgálóként, tudták magukat föltüntetni, azok az akkori életszínvonalban messze kiemelkedőek voltak. Ugye én a cikkbe is közé tettem egy fizetési listát, hogy hát olyan összegeket kapott egy-egy író költő egy év alatt, amiben egy rózsadombi villát meg lehetett venni, ha beállt a sorba. Ha nem állt be, akkor mint Kodolányi vagy Tamási Áron, ugye volt időszak, amikor a Kodolányi nem tudott befűteni, annyira nem volt pénze. Ez volt ugye a másik része. És ugyanígy minden más területen ez a helyzet alakult ki, hogy kegyeket osztogattak, privilégiumokat adtak, tehát például nem azt mondták, hogy most akkor ennyi és ennyi pénzt fizetek valakinek ezért a művészeti alkotásért, hanem mondjuk kap érte egy lakást, vagy soron kívüli autókiutalást, vagy ilyen privilégiumot, ilyen lehetőséget, vagy csak egyszerűen valamilyen juttatást, ami akkoriban nagyon sokat számított. Ma már megmosolyogjuk, hogy most narancsot kapott mondjuk ajándékba karácsonyra. De ez akkoriban óriási dolog volt. Akkor hadd kérdezzek most egy más területről. Az írás technikád is érdekelne, hogy ez egy olyan történet, olyan korszak, ami tele van abszurddal. És az ember hajlamos arra, hogy elmenjen az eltréfálkozás felé.
Neked ez gondot jelentett, vagy hogy kerülted el ezt a talán leegyszerűsítő, megbocsátóbb szemléletet? Hát nem könnyű ezeket az iratokat olvasni. Van egy kollégám, Cinner Tibor, aki azt mondta, hogy ő kellő cinnerizmussal olvassa ezeket a szövegeket, mert nagyon sokszor olyan szomorú dolgokról olvasunk, amikor a fogda jelentésben írja a cellatárs, hogy mit kéne csinálni a másikkal, és az hogyan kéne megverni, hogy az biztos, hogy beismerő vallomást tegyen. Tehát, hogy mik történtek, vagy itt ebben a kötetben is megtalálható Tóth Ilonának az ügye, egy szegény 24 éves, 47 kilós, tiszta kitűnő orvosnővel, doktornővel, ugye szigorló orvossal, már csak ez volt hátra, aki egész életében a hivatására készült, és kegyetlenül megkínozzák, és felakasztják, és kivégzik csak azért, mert ezzel egy propaganda pontot szerettek maguknak megszerezni Kádárék, hogy ne csak munkásokat akasszunk, hanem egy úgymond értelmiségit is, és egy ilyen kalád orvost, aki ilyen brutális módon meggyilkol állítólag valakit. Tehát ezeket nagyon nehéz olvasni, nagyon nehéz ezeket földolgozni lelkileg, és nagyon nehéz, ugye, hogy ne ragadja el túlságosan is az elfogultság a szerzőt. Ugye elvileg nekünk színeír a stúdió, tehát minden harag és elfogultság nélkül kéne ezekről a dolgokról írni, nem könnyű. És be kell vallani, hogy én is valószínűleg beleesek időnként abba a hibába, hogy elfogultan írok, és elítélően írok ezekről a esetekről. Szerintem nagyon nehéz ezt egy túlságosan nagy távolságtartással is, vagy túlzott távolságtartással megírni. Most a humor kérdése, ugye az is egy nagyon érdekes dolog. Én egyébként összegyűjtöttem ebből a korszakból olyan 2-3 ezer politikai viccet. Ez is érdemes lenne egyébként feldolgozásra, hogy a magyar népnek micsoda életereje volt. Tehát a legrosszabb időszakban is, még a Siralomházban is, vicceket gyártottak. És ez volt tulajdonképpen a túlélésnek az egyik technikája, hogy én átlátok a hatalmon, olyannyira átlátok, hogy ugye a Széchenyi mondta, hogy az önkény együtt jár az ostobasággal, tehát látom a hatalomnak az ostobaságát, látom a hatalomnak a csalását, ugye a hazugságait, mert a hazugságok voltak ugye a jellemzők erre a korszakra. Hát ugye mindig azt mondták, hogy az alkotmányban is szerepel, hogy a munkás osztály az uralkodó osztály. Na de hát ki akart uralkodó osztály lenni? Hát senki. Ugye egy normál helyzetben mindenki uralkodó osztály akar lenni, a feudalizmusban mindenki földes ura akar lenni, és nem jobbágy, ugye, ha választani kéne. Érdekes módon a szocializmusban mindenki inkább azt mondták a gyereknek, hogy tanulj fiam, hogy nehogy uralkodó osztály legyél. Ugye, vagy senki nem írta be az önéletrajzába, egész kis gyerekkorom óta segédmunkás szerettem volna lenni, hogy tagja lehessek az uralkodó osztálynak. Tehát ez az egész rendszer tele van hazugságokkal, semmi nem igaz, amit leírnak, és hát ezek részben a grotex művekben, erről is lehetne beszélni, ugye a korabeli grotex művekben jelenik, meg részben ezekben a politikai viccekben zseniálisan figurázzák ki, meg a magyar nyelvnek a technikája, a szójátékok. Megszállottan építjük a szocializmust. Tehát ezekben akkora lelemények vannak, meg a Magyarországot három dúlás érte, a tatárdúlás, török dúlás és a felszabadulás. Tehát hihetetlen nyelvi leleményekkel szedik ízekre is, és ugye, ahogy Voltaire mondta, hogy a gúnya, itt az öl, tehát tulajdonképpen ez volt az egyik legnagyobb fegyver a rendszerrel szemben, hogy találkoztunk egymásra, és akkor rögtön, hogy hallottad? És akkor már mondtuk. És ugye ezek voltak annak idején a 5+2-es viccek, nem tudom, tudják-e. Az 5 év, aki mondja, 2, aki hallgatja. 50-es években tényleg járt ezért szabadságvesztés büntetés. Az 1946. év 7. törvényciknek az izgatási tényállása külön ugye erre kitért, és a legfelső bírósági állásfoglalás volt arról, hogy politikai kérdések tréfás színbe való feltüntetése. Így határozták meg ezt a kérdést. Tehát ez is egy nagyon érdekes része ennek a korszaknak, hogy a társadalom is hogyan reagál. És még egy dolgot hadd mondjak el, amire ugye nem volt kérdés, de azért ezt nagyon fontosnak tartanám, hogy ebben az időszakban nem csak a politikai vicceket értékelték nagyon nagy mértékben, hanem az irodalmat is.
Tehát akkoriban mind a hatalom részéről, mind a magyar lakosság részéről egy versnek, egy könyvnek a megjelenése az esemény volt. Nagyon fontosnak számított. És egyébként a hatalom részéről is Mandelstam írja, hogy a Szovjetunióban becsülik meg legjobban a verseket, mert ott akár egyetlen egy versért is főbe lőhetnek. Tehát, hogy hát itt is ugye, ha valaki, vagy Pasternak mondta, hogy földobott egy rubeles, vagy a fejem, vagy az írásom. Tehát hogy itt ebben a helyzetben, ebben a korszakban minden egyes leírt szónak, minden egyes leírt versnek és minden egyes leírt műnek óriási jelentősége volt. Lehetett érte börtönbe kerülni, vagy lehetett érte kitüntetést kapni, lehetett, ugye Acél Tamás még a Sztálin díjat is megkapja valamelyik művéért. Tehát óriási mértékben fölértékelődött, átpolitizálódott ez a műfaj, illetve hát ez a művészet, és hát ezért is bocsátható meg az, hogy egy jogtörténész is ezzel a témával foglalkozik. És végül még akkor egy kérdést hadd tegyek föl. Mondtad, hogy te egy kicsit kívülről látod az irodalmat a jogtörténész szemével is. Emlékszem például, hogy megnézted azt is, hogy Arany János jogi esetei, hogy festenek, valóban hitelesek-e és hasonlók. Hogy jogi vértezettséggel szempontból milyennek tűnik a magyar irodalom, melyik a kedvenc korszakod, kikkel foglalkoztál, vigyázz, mit mondasz, mert közben azt is figyeljük, hogy milyen újabb tanulmányt tudunk majd kérni esetleg. Igen, ez is megint egy ilyen jogászi ártalom, hogy én különösen odafigyeltem azokra az írókra, költőkre, akik jogászok voltak. Ugye volt egy olyan időszak, amikor a magyar íróknak majdnem meghatározó része, különösen például a reformkorszakban szinte kivételszámba ment olyan író vagy költő, aki nem volt jogász. És ennek következtében ugye nagyon érdekes az, hogy mennyire szakszerűen írnak jogi kérdésekről. Mert egyébként sokszor ugye nekem jogászként mondjuk a napi sajtót olvasom, vagy a tudósításokat, hát időnként a hajam égnek áll, hogy miket írnak le írók, már mint újságírók, bocsánat, nem írok erről a kérdésről, és hát nagyon sok jogi témájú írás is van, és hát itt Hörer Feri is tagjának a jogi és irodalom csoportnak, amiben ugye összepróbáltuk hozni ezt a két társaságot, és ott volt az, hogy így írtam ugye Arany János jogi eseteiről, hogy Arany János egy zseniális jogász volt. Tehát ő neki olyan memóriája volt, hogy maga elé vette Kövinek a jogi monográfiát, egyszer olvasta és kívülről tudta. Tehát neki volt egy ilyen speciális felfogó képessége. És bármiről ír Arany, minden hajszál pontos. Tehát amikor írja Rozgonyi Piroskának a fiúsítását, hát az olyan, hogy az be lehetett volna írni egy jogtörténeti tankönyvbe definícióként az Aranynak a definícióját. És hát ugyanez megfigyelhető, ugye Jókainál is, ő is ugye jogászként kezdte, és hogyha a jogászokról ír, és hát ugye nagyon érdekes az irodalmi művekben például az ügyvédeknek a megítélése. Ugye két típus van általában, az egyik típus akit ugye általában utálunk, az a mai sztárügyvéd, ugye oda megy az egyszerű ember, kérdezi, hogy ügyvéd úr, igaz, hogy önnél két kérdés 100 000 forint, igaz, mi a második kérdés? Tehát ezt a típusú ügyvédet kifigurázzák egyik oldalról, másik oldalról meg azt az ügyvédet meg ugye szebben ábrázolják, aki küzd az igazságért, elnyomott emberekért harcol a bíróság előtt, meg a különböző hatóságoknál. Ez Magyarországon ennek nagyon nagy hagyományai voltak, hogy nagyon sokan csak azért szereztek ügyvédi oklevelet maguknak, hogy a közéletben részt vehessenek, és a politikai jogokért küzdjenek. És hát így a sort lehetne folytatni. Érdekes, hogy most a 20. században így belegondoltam, mert ezen még nem gondolkodtam korábban, relatíve kevesebb író és költő jön a jogi pályáról. Tehát ez úgy kicsit úgy elkerültek innen, pedig lehet, hogy nem ártott volna néhány írónak, költőnek előtte kicsit a jogi egyetemre is járni. Sztendáról írják, hogy mielőtt nekiállt volna regényt írni, mindig elolvasta a Kód Civilt. Mondjuk én a magyar jogszabályokat nem javasolnám a mai íróknak, költőknek, ihletőnek.
Nagyon köszönjük. És akkor másik beszélgető társam, Fülöp József, szerkesztő társam is. Ő minden számba ír egy szemlét külföldi művekről, és mikor erről beszélgettünk, mi legyen, hogy csinálja, akkor azt tűnt föl, hogy egyrészt nagyon sok nyelvet tud, majd sorold el, mert ugye germanistaként lett bemutatva, de túlterjeszkedik a germán nyelveken, amennyire emlékszem, illetve hogy lehet kontroll alatt tartani, hogy lehet figyelni a fél, nem csak világirodalomra, de az elméleti irodalomra, esztétikai irodalomra, művészetelmélet, zene, elmélet, talán a zene áll hozzád különösen közel, úgy láttam. Honnan szerzed az információidat? Mert még ha címeket megszerez az ember interneten, hát egyrészt végtelen a mennyiség, másrészt honnan lehet tudni, hogy ezt érdemes megkérni, beszerezni, kikölcsönözni, hogy válogatsz. És ehhez nyilván hatalmas tudásszomi kell, hogy őrzöd ezt a tudásszomjat, mikor az ember egy idő után úgy érzi, hogy telítődött, és most már újat neki nem mondhatnak. Ki tud neked még újat mondani? Hát megint egy csokor kérdés, válogass. Köszönöm szépen a lehetőséget és a megtisztelő felkérést. Immáron a harmadik recenziót, könyvismertetést tanulmánnyal összekötve írom a magyar művészet hasábjaira. Az első Wilhelm Furtwängler-ről szólt, és valóban a zene a szívem csücske, közepe, vagy maga a szívem, nehéz eldönteni. Wilhelm Furtwängler utóélete meglehetősen viharosra sikeredett, miután a náci Németországban találta meg a szerencséjét. És egy oxfordi professzor könyvére bukkantam, vadonatúj kiadvány, amelyben megpróbálta, igyekezte pellengére állítani emiatt Furtwänglert. Nem ő az első, beállt a sorba. Vannak furtwängleriánusok, akik védik a karmestert, mások pedig megpróbálják szétcincálni az életművet. De az a különösség állít elő, hogy ez a szerző éppenséggel Furtwängler írásos hagyatékából próbált vádiratot kovácsolni. Ez többé-kevésbé sikerült neki, ugyanakkor rengeteg szempontot figyelmen kívül hagyott. Az egyik anekdotikus szempont az, hogy Furtwänglernek a zsidó származású Arnold Schönberg tanácsolta, hogy maradjon a náci Németországban, mert a német kultúrát át kell menekíteni. Ez például teljesen kimaradt ebből a könyvből. És hasonló történetek vannak Furtwängler körül, és mind a mai napig karmester, nemzedékek, Furtwängler felvételeken nőnek fel, tehát az ő művészete tulajdonképpen minden gyanú felett áll. Daniel Barenboimtól Kocsis Zoltánig hivatkoznak rá. Most a zene, tehát kétségtelen, hogy fontos súlypont, de tekintettel arra, hogy egyetemi oktatóként szinte természetes velájáról az ember munkájának, hogy az elméleti szakirodalmat folyamatosan feltérképezze és feldolgozza, és ami ebből érték, azt megpróbálja a hallgatói felé közvetíteni. Ezért kénytelen vagyok rajta tartani az ujjamat a különböző tudásterületeken. A zenetudomány az egyik, az esztétika történet egy másik ilyen nagy terület, és mivel főállásban germanistaként dolgozom a Károly Gáspár Református Egyetemen, ezért kifejezetten az irodalomelmélet, az irodalomtörténet és elsősorban a német nyelvű országok irodalomtörténete az, amivel foglalkozom. Emellett szabad időmben műfordítással is foglalkozom az egyetemen, a német tanszéken vezetek egy műfordítói kört, a Hyperion fordítói műhelyt, ennek immáron a 10. kötetét készítjük elő, és itt különböző nyelvekből, a németes hallgatókkal természetesen német nyelvről fordítunk különböző szerzőket, így legújabban a német nyelvű irodalom rémtörténet gyűjteményét állítjuk elő. Ez egy mostohán kezelt terület, és megvan a maga szubkultúrája,
Ugyanakkor nagyon, nagyon izgalmas, és a legnagyobb szerzők is írtak ilyen jellegű, zsánerű szövegeket, de mi elsősorban olyanokkal foglalkozunk itt, akik kevéssé ismertek, és például magyarul egyetlen sor sem olvasható tőlük. Óriási felfedezéseket tudtam tenni tekintetben, úgyhogy számos szerzői ennek a leendő antológiának éppenséggel újdonság, novum lesz. A mostani Dante lapszámban egy filmelméleti, filmtörténeti megközelítésből egy Dante adaptációval foglalkoztam, ugyanis az Oxford University Pressnek egy nagy kiadványa 800-900 oldalas referenciamű Dante életművéről és személyéről látott nyomtatásban napvilágot nemrégiben, és ebben több írás is foglalkozott Dante és a film, Dante és a mozgókép kapcsolatával. És ami itt felkeltette a figyelmemet, az elsősorban Dante-nak a némafilmes hatása, recepciója volt, és egy 1911-es Inferno, vagyis pokol adaptáció. Ezt történetesen az egyetemen, filmtörténeti órákon mindig előhozom, és félperces, egyperces részleteket villantok fel a hallgatóknak, akik hol megütközve, hol mosolyogva nézik ezeket a némafilmeket. Kétségtelen, hogy a filmtörténet immáron 120-125 éve távlatából az első 25 év, ami a némafilm története, az nem éppenséggel számottevő. Mégis ilyen tekintetben, esztétikai tekintetben ez egy fejnehéz történet. Ott már nagyon sok minden eldőlt a filmesztétika tekintetében. És különösen az 1911-es három olasz rendező által készített pokol adaptáció nagyon sok szempontot kínált, hogy a néma film esztétikájáról írhassak, és nem feltétlenül történeti szempontból. Nagyon sok olyan újdonsággal szolgál ugyanis a film, amit ma már hajlamosak vagyunk elfelejteni a néma filmekről. És ebben mentem bele egészen részletesen, és volt szerencsém ehhez olasz szakirodalmat is használni, ami kivételes, ugyanis éppen nemrégiben tették nyilvánossá az Olasz Filmintézet Rómában a vonatkozó szakirodalmat erről a filmről. Úgyhogy meglehetősen nehézkes dolog tehát a feltérképezés, de annál nagyobb jutalommal kecsegtet. Köszönöm, és akkor egy rövid kérdés utoljára, mint egyetemi tanár, hogy látod, lesz utánpótlás esztétikában, elméleti kérdésekben, kezd-e visszaállni az a hát egészségtelenül eltorzult elméletieskedés, ami a 90-es évek környékét jellemezte, a tehetséges diákok akarnak ezzel foglalkozni, vagy más köti le őket? Van-e rálátásod erre? Meglehetős vegyes kép bontakozik így, hogyha az ember az egyetemen körbenéz, de a remény hal meg utoljára, úgyhogy én igyekszem olyan hallgatókra alapozni, akikben látom a fantáziát. És vannak is ilyenek, önként jelentkezők, ha tetszik, akiket nem kell különösebben agyusztálni, hogy szellemi dolgokkal foglalkozzanak. Az elmélet ugyanakkor szinte magától értetődően túlsúlyban van az egyetemi képzésben. De éppen az esztétika volna az, amelyik megmutatja, hogy az empirikus tapasztalat a művészet kapcsán az tulajdonképpen a lényeglátással egyenlő. Anélkül, hogy az ember élményszerűen közelítene a művészethez, nagyon nehéz elméletileg beszélni a művészetről. Nagyon sok művészetfilozófus is megküzdött ezzel, most egyetlen hirtelen példa Schelling, aki egy hatalmas művészetfilozófiát írt, de előtte két hónapon keresztül a drezdai művészeti gyűjtemény óriási kincseit szemlézi, vizsgálja. Egyszerűen nem lehet elszakadni ettől a művészeti élménytől és ezektől a vonatkozásoktól, és hogyha valamit, akkor legalábbis ezt
a hallgatók felé mindenképpen meg kell mutatnunk. Köszönjük, és akkor itt nagyjából véget is ér a bemutató, nem sokára, ugye rövid bemutatót ígértünk, és még hát lesz egy kötetlen beszélgetés. Mielőtt visszaadom a szót főszerkesztőnknek, aki egyébként eleget tesz Horváth Attila kívánalmának, hogy jogászok legyenek írók, mert ő egy ilyen kivétel. Tehát remélem, hogy megnyertük önöket a lap terveinek, talán a valóságának is, hiszen talán sikerült jelezni, hogy milyen kiváló szerzőink, sőt szerkesztőnk is van, aki szerző is, és akkor visszaadom a szót a zárásra. Köszönöm szépen, sőt, hát Horváth Attilával jog és irodalom konferenciákon is ugye többször találkoztunk. Egy kiegészítést még zárásképpen hadd mondjak el, ugye általában egy-egy téma köré csoportosítjuk a tanulmányokat. Ez nem hangzott el, hogy a júliusi lapszám a Magyar Avangárd és a Neoavangárd, a szeptemberi lapszám, mondjuk szeptember-októberi lapszám, az 1956-os forradalom rendszerváltás utáni művészeti reprezentációjával foglalkozott, a novemberi lapszám pedig a Dante évforduló kapcsán Dante tanulmányokat ad közre. És akkor ezúton még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és egy rövid párbeszédre még maradjanak velünk.